Na, ez az én kis házi stúdióm, itt folynak most a bikini lemez munkálatai, most éppen a gitározás, illetve a dobkeverés. Itt megy a Samplitude, itt a Mackie controller, ami nagyon fasza, ilyeneket tud, őrület. Na, itt vannak a gitárok, amiket a lemezen használok, a jó öreg Medgyesi, a Yamaha AS620-as Artek pickupokkal, az Invasion 7 húros Strato szintén Artek pickupokkal, és a Molnár Laci által készített MLP. Ezek a gitárok hallhatók a lemezen. És akkor a setup, amivel a felvétel készül. Itt vannak mindenféle kis pedálok. Mindig csak azt kötöm be, amelyikre éppen szükséges van az adott tracknél, hogy minél kevesebb legyen a jelveszteség. Innen bejön a jel a Digitech 2101-esbe. Itt be van állítva néhány preset előre a felvételhez. Crunch, Drive és Lead hangszín, alapvetően ezt a három alapszandot használom. A 2101-ből csak a csöves előfok megy, tehát az analóg rész, digitális effektek azok a keverésnél kerülnek rá utólag a Samplitude-ban. A 2101-esből tovább megy a hang ebbe a kis Artek kombóba, ennek is a tiszta csatornájába, és nem az Artek kombó szól, mármint hogy nem annak a hangszórója, hanem rá van kötve egy régi Seymour Duncan kombóból átalakított kis 1x12-es hangfalra, amiben egy Selection Greenback hangszóró figyel. Itt van a két darab mikrofon, egy Shure Beta 57-es, illetve egy MD421-es Sennheiser. Hát nagyjából így néz ki a történet.